szedve, de hogyha feliratkoztok, akkor ezt nagyon-nagyon megköszönöm, mert az buzdítani fog engem arra, hogy kirakjam már végre azt a videót, csak még egy-két dolgot el kell így meg kell szerkesztenem rajta. Ilyen kis apróságok tényleg. De hogyha egyébként lesz sikere, egy darab videóm van most kint amúgy, amit így a Fiverr-rel kapcsolatban posztoltam ki, de hogyha lesz sikere ezeknek a kis videóknak, amiket elkezdek kiposztolni YouTube-ra, akkor valószínűleg hosszabb videókat is láthatok majd tőlem. Vlogok, utazás vlogok esetleg, mert ugye rengeteget utazunk a párommal. Most ugye egy óriási nagy családi utazáson voltunk egy karibi hajóúton, azon is ott volt a párom is, de arról tök jó kis vlogokat raktam ki, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor csekkoljátok le. Ez kint van itt TikTokon, meg Instán is. Instán egyébként sokkal aktívabb vagyok mostanság, úgyhogy azt tudjátok nézni. Majd nagyon jó kis videót fogok kirakni, mert kaptam egy Olaplexes csomagot a Willafertől, úgyhogy kipróbáltam pár Olaplexes terméket. Én imádom az Olaplexet. Ez a világvezető márka szerintem hajápolás terén. És nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy majd szerintem ma ilyen 12 körül fogom kirakni, vagy egy picit korábban. És mindig Instán látjátok amúgy először a videóimat, hogyha érdekel. TikTokra mindig picit később rakom ki. Hát ezt át kellem fésülgetni. Múltkor felhígítottam itt ezt a kis szempilles spirálomat, mert már a végén felé jár. Jaj. És mondta valaki, hogy rakjak bele egy csepp vizet, és megtettem, és egyébként tényleg rengeteget segített rajta. Na. Leuk erről valami kis szasz. Úgyhogy ja, visszatérve az utazásokra, hát most azért én így télnek a 90%-et kb. Nem voltam itt kb. A tél 90%-ában. Sri Lankán voltunk ugye egy hónapot a párommal, aztán meg ezen a hajóúton, és egyébként tökre hiányzott már Magyarország, és most úgy vagyok vele, hogy egy ideig nem is akarok utazni. Majd valószínűleg áprilisban fogunk, de még nem 150%, úgyhogy majd csak akkor mondom, hogyha az. Hallom, hogy a kutyánk már megint itt randalírozik a folyosón. Tegnap bejött a live-omba. Csak az a baj, hogy bejön mindig a Gusztika a szobámba, és na, hol van? Bejön a szobámba, aztán meggondolja magát, és kimegy. És aztán ott elkezdik kapargatni az ajtót. Én meg szeretem csukva tartani az ajtómat. És az nagyon szokott idegesíteni, amikor itt tényleg egy pillanatra bejön, rájön, hogy nincs itt semmi érdekes, aztán kimegy. Ó, az emlegetett szamár. Guszti. Biztos vagyok benne, hogy megint ki fogsz menni. Gusztika, nincs itt most semmi étel. Azt fogod csinálni, amit tegnap is. Menj ki szépen. Nem értem, hogy hogyan tudjam úgy kinyitni az ajtómat. Én azt hittem, hogy be van rendesen csukva. Hát ezek szerint nincs. Vagy valami varázserővel bír. Imádom egyébként, nagyon-nagyon okos kutya. 4 éves lagottó amúgy Guszti. Csomószor benne van a live-jaimban, csak egy az, hogy itt vannak a szennyeseim, vagyis a kiteregetett ruhák, és amint meglát egy zoknit, ezt már a tegnapi live-omban is mondtam, konkrétan felugrik, leszedi, ellopja és szétrágja. Úgyhogy nagyon-nagyon kell vigyázni, mert volt már, hogy lenyeltem úgy ilyen anyagdarabokat, és kell vele. Mindig csukva kell, hogy legyen a szobánk ajtaja, hogy ne menjen be kilopikázni ilyen ruhadarabokat. Jó. Mindjárt megvan egyébként a sminkem, és odafigyelek amúgy rátok is. Köszönöm szépen mindenkinek. Már el is értük a 10 000 lájkot is. Köszi mindenkinek, aki nyomkodja. Köszi szépen, Laci ajánlott itt finom illatú öblítőt. Én már szerintem lassan 2 éve. Miért eddig nem láttad rajta? Hát te, húgomnak mellesleg fémfogszabályzója van, ami tényleg sokkal-sokkal jobb. Szerintem sokkal gyorsabban lehet vele eredményt elérni, meg nem törik le, mint ahogy nekem letört annó. Tökre éhes vagyok. Szerintem ma is ki fogok posztolni délután, mert van egy Mit eszem egy nap videóm még tegnapról, vagy tegnap előttről, nem tudom. És azt még nem raktam ki, úgyhogy igen. Mostanság dokumentálom, hogy mit eszem egy nap, mert valamiért tökre tetszik az embereknek. Ugye 8 éve modellkedek, és egyébként nagyrészt vegánul is étkezem.
Úgyhogy így kiraktam, és egyébként tök nagy sikere lett a videóknak, úgyhogy mostantól rendszeresen megosztom majd, hogy mit eszem egy nap. Próbálok egyébként több proteint fogyasztani, amire azt gondolja mindig az ember, hogy vegánként lehetetlen, vagy hogy nagyon-nagyon nehéz, de egyáltalán nem. Amúgy egy edzés mellett fogyasztok protein porral után, és az a jó, mert hogyha az ember minden nap fogyaszt egy vagy akár két kannállal proteinport, akkor a tejsavó fehérjétől nagyon ki lehet pattogni, és pattanás sokat okozhat. Úgyhogy én amúgy ezért is ajánlom azt, hogy mondjuk proteinporból lehet, hogy egyeseknek jobb lehet a vegán, de egyébként magát az életmódot bevált. Én egyébként úgymond a testem miatt kezdtem el ezt a vegán életmódot, kíváncsi voltam, hogy milyen hatással lesz rá, és egyébként a bőröm sokkal szebb lett, amióta most már 2 éve vagyok kb. Vegán, a bőröm sokkal szebb lett, sokkal több az energiám, motiváltabb vagyok, és a súlyom nem fluktuál, szóval, hogyha mondjuk elutazom, és nem figyelek oda 2 hétig arra, hogy mit eszem, akkor egyáltalán nem szedek fel súlyt, úgy, mint mondjuk régebben, amikor húst is meg tojás, tejtermékeket is vettem, de ezt is mindig hozzá szoktam fűzni a végére, hogy nem szektásként vagyok, megkívánok egy fagyit, vagy megkívánok egy sütit, akkor meg fogom enni, akkor is, hogyha nem vegán, és ezt tudom, hogy mindig is egy olyan dolog lesz itt az interneten, amiben az emberek imádni fognak beleszólni, hogy de akkor miért mondod azt, hogy vegán vagy? Már esküszöm, hogy azt is félek mondani, hogy vegán vagyok, hanem inkább azt mondom, hogy nagy részt vegánul étkezek, csak hogy tényleg ne kelljen itt így vitába szállnom valakivel, mert szerintem nem kell, hogy a dolog teljesen fekete-fehér legyen, ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Elkészült a sminkem, hogyha érdekelt valakit, akkor az Essence-nek ezt a chilis szájfényét, ami így vizsergeti a szádat, és van egy kis rózsaszín színe is. A szájceruza pedig egy sís szájceruza volt. Nagyon szeretem, és annyira olcsó egyébként az Essence, és olyan jó termékei vannak. Na. Szia, hol laksz? Budaörsi vagyok, de azt, hogy konkrétan hol lakok, azt nyilván nem fogom megmondani. Megmutatod a parfümet újra? Fú, igen. Screenshotoljátok le. Ez az utolsó alkalom, hogy megmutatom. Egyszer volt, hogy valaki itt viccelődött velem a live-ban, és megkérte 20-szor egymás után, hogy mutassam meg a parfümömet. Fú, ennek még ki kell ugrania. Nagyon frissek még a hullámaim. És nekem, nem tudom, így a harmadik megmutatás után esett csak le, hogy szerintem ez az ember így szivat engem. Én is Budaörsi vagyok. Juhú! Köszönöm szépen az összes bókot, ami érkezett. De láttam, amikor volt suliban, és ott ismertem meg, plusz ezelőtti nyáron meg csomót beszéltem vele. Na, szupi! Hugommal Vikivel. Igen, én vagyok abban a focis reklámhirdetésben. Igen, már mondtam, hogy a hugomnak mióta van fogszabja. Mondom neki, már majdnem 2 éve, de nekem csak 1 évet kellett, hogy fent legyem. Úgyhogy megéri amúgy, nagyon teljes mértékben megéri a fogszabályzó emberek. Egy szép, tökéletes mosoly, akkor átdob az ember arcán. Hello Timi, most olvasom vissza, hogy itt vagy te is. Vívós videókat igazán rakhatnál ki. Nagyon mennek az ilyenek TikTokon, Laci. Hát figyelj, Laci, én már mióta nem vívtam konkrétan. Fú. Nem is tudom, most azon gondolkozom, hogy hány éves voltam, de még általánosban jártam, amikor vívtam, úgyhogy szerintem ilyen 10 éves voltam. 10 éves voltam, annak 12 éve. Úristen, hogy repül az idő. Nagyon durva. Én a Hollósinál lakok. Az egy tök jó környék egyébként. Ott van a Hollósi is, ott van az a másik cukrászda is, úgyhogy el vagytok látva finomságokkal. Budaörsön, mert budapesti kórházban születtem, de Budaörsön nőttem fel. Egész életemben itt laktam Budaörsön, úgyhogy igen, nekem anyukám is budaörsi volt, és ezért a nagymamám is itt lakik még. Igen. Képzeljétek el nekem amúgy még mindkét nagymamám, és a déd nagymamám is él. A déd nagymamám most 94 vagy 95 éves, nem is tudom, de nagyon-nagyon jó. Jól tartja magát, nagyon fit, teljesen helyén van az esze, a tényleg a fitsége, ő a családunknak a legnagyobb büszkesége, úgyhogy a női vonal az így elég erős nálunk.
milyen összeg a fogszabályzás? Hát ez attól függ, hogy államiba mész-e vagy magánba. Én ilyen félig meddig államiba, félig meddig magánba mentem, mert nekem ugyan ilyen különleges fogszabályzom volt, ami átlátszó, és egyáltalán nem emlékszem már, hogy mennyibe került, mert 15 éves voltam, és hála Istennek még a szüleim fizették nekem. Alul-felül durván 2 millió forint? Micsoda? Hogyha magánba megy az ember, gondolom, de ez nagyon durva. Hogyan kezdted el a modellkedést? Szóval ez tök vicces, 15 voltam, amikor behívott magához egy ügynökség. Egyébként az volt maga a sztori, hogy apukám kivitelező, és egy olyan embernek segített valamit így munkatéren, akiről később kiderült, hogy egy modellügynök, és valahogy meglátott rólam egy képet, úgyhogy azt mondta, hogy hozd be a lányodat, bementem, és akkor még csak 14 voltam, bocsi. 14 voltam, nem sokkal később lettem 15, de hát akkor már megvolt az első fotózásom bőven, és így kerültem ügynökséghez, felépítettünk egy tök nagy portfóliót, viszont idővel én rájöttem arra, hogy suli mellett nekem az, hogy utazgassak külföldre, és az, hogy teljesen a modellkedésnek szenteljem így az időmnek a nagy